Sziasztok! Ez még csak a Vlogmasnek a 9. epizódja lesz, de már 20-a van egyébként. Az a helyzet, hogy ha követtek Instán, akkor láthattátok, hogy mi a szitu. Sajnos Lufikát meg kellett műteni. Gerincműtétre került sor, ami miatt ugye 2 héttel ezelőtt is voltunk dokinál. Akkor az injekciók felszínesen, de használtak, de december, hát egy pénteki délutánon már láttam rajta, hogy valami nem oké. Akkor már telefonáltam is az állatorvosnak, de azt mondták, hogy hát lehetetlen, hogy hétfő előtt megműtsék. De akkor még nem bénult le teljesen a hátsó lába, akkor vesztette el teljesen a hátsó lábainak a funkcióit, és hétfőn reggel műtötték, úgyhogy brutális pár nap van mögöttünk, és nagyon, nagyon ki vagyok merülve. Ugye 2 napja, ez a második éjszakánk volt a műtét után, és konkrétan 1,5 órát aludtam, 4:30-tól 7:00-ig, az mennyi? Akkor majdnem 2. Most eljöttem venni neki beteg alátétet, ilyen pelenka jellegű dolgot, mert maga alá pisil, és mivel ugye nem tud mozogni, ezért ugye ott csípi neki a kukiját, a vizelet, és vettem hozzá kenőcsöt is, hogy azzal kenegessen, mert az első éjszaka ott a fájdalom miatt volt probléma, hogy folyamatosan sírt, és sajnos nem tudtam enyhíteni a fájdalmát, mert egyszerűen hiába adtam neki gyógyszert, nem csillapodott. A tegnapi éjszaka pedig azért volt brutális, mert a legkisebb vizelet csepp, ami becsurgott neki, az már úgy csípte a kukiját, hogy nagyon-nagyon-nagyon kezdte el nyalogatni, és már kimerülésig egész éjjel fönn volt a kutya is, és nyalogatta, és közben meg ugye feszült a varrat, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szar éjszakánk volt már, bocsánat, úgyhogy csak azt tartja bennem a lelket, hogy remélem, hogy ez csak egyre jobb lesz, és hát majd ha hazamegyek, akkor megmutatom a szegénykémet, de hogy így olyan kis kiszolgáltatott, és annyira sajnálom, szóval, hogy így szerintem érthető, hogy miért nem vlogoltam utána, meg előtte is, szóval, hogy miért nem voltak idén ezek a Vlogmas epizódok sűrűbbek, meg mindennaposak, illetve az arra a döntésre jutottam, hogy a karácsonyt teljes mértékben skippelni fogjuk, mert az a helyzet, hogy Lufikára 0-24 órás felügyelet kell. Én nem szeretnék mellette sütni, főzni, úgyhogy lemondtam az összes vendéget, aki jött volna hozzánk, mi sem megyünk sehova. Ez a karácsony, ez most idén ilyen, mert egyértelműen Lufit nem nagyon tudjuk szállítani, meg nem, neki pihennie kell, meg az se jó, hogyha egy csomóan jönnek hozzánk, és akkor ott az ingerek, persze egy bizonyos időszak után, meg 24-éig még azért van egy csomó idő, reméljük, hogy addigra azért nagyon-nagyon-nagyon sokat fog javulni, de semmi hangulatom semmihez, nem szeretné ezt így erőltetni sem, úgyhogy nem lesz karácsonyozás idén, sehova nem megyünk, senki nem jön, az a helyzet. Úgyhogy ennyi. Vettem neki most ilyen konzervet is, mert hogy a bélműködése beinduljon, azóta nem kakált, hogyha holnapig nem kakál, akkor vissza kell menni az orvoshoz, és akkor ott neki kell ott intézkednie, de viszont pisil az meg egy jó dolog, csak hát maga alá is így tehetetlenül, és nagyon-nagyon rossz így látni, és a kedvünk az ilyen a béka segge alatt van, szerintem ez érthető. Hatalmas vágás van a gerincén, nagyon-nagyon komoly sérve volt. Ugye csináltak neki MRI vizsgálatot, megemerizték, és mondták, hogy bevérzett, nagyon komoly sérve volt. És nagyon-nagyon reméljük, hogy visszatér majd a normális kerékvágásba, de azt mondta az orvos, hogy hónapok kérdése a rehabilitáció, meg minden, meg hogy így hónapok kérdése, mire teljesen rendbe jön. Úgyhogy megyünk fizioterápiára, én is tornáztatom már most otthon, lábikóit, mindent megteszek érte, rendeltem most neki csiliárdokért ilyen, mit tudom én, milyen kis táplálékkiegészítőket, ami direkt ilyen gerincműtötteknek való. Meg most ugye vettem neki a konzervet, hogy ne ilyen
kemény dolgokat tegyen, hanem minél hígabb, vagy minél puhább legyen a széklete, meg hát ma evett először. Vagy tegnap is evett, de az annyira nem számít, de hogy ma evett úgy jó ízűen először. Úgyhogy most megyek haza, még megállok a boltba, veszek reggelit. Én napok óta most léptem ki először az utcára, nem is mentem úgy sehova. A férjem már otthon van, idén már nem dolgozik, úgyhogy ez még egy jó dolog, hogy így sikerült, hogy így tudjuk váltani egymást. Hazamegyek is, én szerintem aludni fogok, mert az éjszaka nem nagyon sikerült. 10 percenként cseréltem alatta ezt a... Hát először ilyen kutyapelust vettem, de hát a 10 darab került 2600 forintba, aztán utána valaki javasolt, hogy vegyek sima beteg alátétet, ott a 30 darab került 3500 forintba, úgyhogy így is fel kell vágni, mert hogy így pont egy ilyen, mit tudom én, 20-20-as kis darabot teszek a kukija alá, mert úgyis csak azon a részen pisil alá, és hogyha egy nagyot teszek alá, akkor az egészet dobhatom ki, mert az a része igazából... csak az van használva, úgyhogy így feldarabolom majd, megvettem ugye a kenőcsöt neki, nagyon remélem, nagyon csúnya neki most, nagyon kipirosodott, úgyhogy remélem, hogy jobb lesz. Közben pedig annyian vannak itt a Tesco parkolóban, hogy ez valami elképesztő, és holnap akartam bevásárolni így karácsonyra, de majd kiderül, hogy mennyire lesz hozzá hangulatom. Nem akarok olyan extra sok mindent venni, nem meghúzod, vagy nem húzod meg az autómat. Nem akarok ennek sok mindent venni, csak ilyen alap dolgokat, mert mondom, én se főzök sem maguknak, se semmit, nem sütök semmi, maximum Tante Fanny is beiglit készítek egyet-kettőt, hogyha egy ilyen öröm gyanánt, hogyha esetleg valami fejlődés van Lufikának az állapotában, mert akkor azért jobb kedvem lenne, hogyha lenne fejlődés, akkor úgy lehet, hogy visszatérne a karácsonyi dolog, karácsonyi érzés, de most így nagyon beárnyékolja ez az egész, úgyhogy nem gondolom, hogy... Már ugye eleve lemondtam a vendégeket, nem? Meg ugye pont ma mentünk volna a színházba, azokat a jegyeket is odaadtuk másnak. Tudom, ezek csak így mondom, hogy pont ez a legutolsó, amire gondolni tudok, hogy én színházba menjek. Pont nem érdekel, csak hogy így... Ja. Fáradt is vagyok. Enni nem tudok. Mert folyamatos ideg van a gyomromban. Úgyhogy ennyi. Most így mára, meg majd ha hazamegyek, akkor majd szegény babámat megmutatom. Istenem! A kedve egy fokkal jobb, de még mindig nem akar játszani. Kint az udvaron, hogyha úgy emelem a fenekét, akkor megy előre. De amúgy nem használja a hátsó lábait, hanem így húzná. Csak azt ugye nem szabad hagyni, folyamatosan tornáztatom, meg nyomkodom, meg minden, úgyhogy nagyon remélem, hogy minél hamarabb rendbe jön. Tényleg. Az a helyzet, mert nem érdemli meg, hogy örökre ilyen maradjon. És nagyon jók a felépülés esélyei, szóval, hogy így, ha nem is azonnal van újra erő a lábában, de én nagyon remélem, hogy napok kérdése, és akkor már csak annyi, hogy ha már megáll rajta, az már egy nagyon szuper dolog lenne, vagy csak így minimálisan tenni előre, meg ilyesmi, úgyhogy ez lenne a karácsonyi csodánk, hogyha karácsony fa alá, 24-én egy egészséges tacskónk lenne, vagy egy működő hátsó lábakkal rendelkező tacskónk lenne, az egy szuper dolog lenne, és ilyenkor felértékelődik az emberben, hogy mi igazán fontos, és most ez igazán nagy ajándék lenne számunkra, hogyha Luffy tacsi felépülne. Hoppácska! Nagyon jó lesz! Nézzük csak azt a rángatózást! Nézzük csak! Most nem! Ó, az előbb volt! Na? Na?
Csúcsó fül. Nyomika van. Nézzük a... Ügyes! Úristen, láttátok? Juhúj! Azt a nem ügyes ez a kis kutya! Úristen! Azt a baszta cipő, baszta, igen. Itt is meg kell nyomkodni. Azt, így. Jó, jó, oké, oké, azt most akkor később, jó? Most, azt már nyomkodtuk, de... Most szépen akkor pihikézek, mondod, pihicskézek. Sziasztok, és nagyon boldog új évet szeretnék kívánni nektek. Az a helyzet, hogy semmilyen más formában nem tudom ezt a videót kezdeni, csak belecsapok a lecsóba, és hadd sodorjon az ár. Szóval nem néztem meg pontosan, de azt hiszem, hogy a Vlogmas 9-ig jutottunk el tavaly, és hogyha nem követek Instagramon, akkor nem tudjátok, hogy mi van. Az a helyzet, hogy mondhatom, hogy nincs baj, mert már nincs baj, de volt baj. Már eleve a vlogmest így indítottam, azt hiszem, hogy volt róla szó, hogy Lufikának a porckorongja, porckorong sérve, az rendetlenkedett, és először úgy tűnt, hogy az injekciós kezelés az használ neki, de aztán rá kereken két hétre, szóval ahol, amikor előjött neki az első tünete, rá kereken két hétre, egyébként szedte folyamatosan a szteroidot, és semmi baja nem volt. Egy pénteki napon lett rosszabbul, amikor már láttam délután ilyen 1-2 óra magasságában, hogy úgy nagyon furán teszi a lábait, ugye az injekciós kezelés után ő teljesen jó volt, volt egy-két ilyen, hogy így, ha úgy fordult, akkor így maga alá csuklott a lába, de a doki azt mondta, hogy ez lehet a front miatt, de összességében használt az injekció. Aztán péntek délutára már nagyon-nagyon látszott rajta az állapot rosszabbodás. Hívtam a dokit, hogy mi legyen, de hát hétvége volt, és azt mondta, hogy hétvégén nem tudják műteni, meg emerizni, meg... Hát nem is tudom, hogy volt. Ez az elmúlt 3 hét, ez valami brutális volt, és ember pont akkor úgy tűnt, mintha hónapok óta benne lennénk abban az adott szituációban. Most így visszagondolni olyan, mintha meg se történt volna, és így, mintha az agyam el akarná felejteni, mert hogy brutális volt. Ez az elmúlt 3 hét életem legnehezebb időszaka volt, mindenféle szempontból. A lényeg az, hogy ugye pénteken telefonáltam a dokinak, akkor még ugye járt, de hogy így nehezebben is láttam rajta a folyamatos rosszabbodást. Mondta, hogy beadhat neki egy injekciót, de én már beadtam neki aznap estére a gyógyszert, így az injekciót már nem kaphatta meg, telefonáljak reggel. Hát reggel már megint rosszabb lett, de hogy így még mindig járt, és azt mondta az orvos, hogy akkor még teljesen benne vagyunk az időben, hogyha hétfőn fog megtörténni a műtét, mert itt igazából azt nézik, hogy a bénulás után 48 órán belül kell a teljes felépülés érdekében megműteni a kutyust. Úgyhogy igazából azt mondta, hogy ez így akkor rendben van, szombaton még ugye járt, még szombat délután is járt, de akkor már én nagyon-nagyon-nagyon rosszul reagáltam le a dolgokat, és már úgy voltam, hogy jó, akkor keresek egy másik orvost, és felvisszük Pestre. Telefonáltam a Primavetbe, ami az egyik nagyon jó újrapesti állatkórház, ahol hétvégén is meg tudták volna műteni, és emerizni, és megcsinálni ezt az egész porckorongsérv műtétet. Telefonáltam, és azt mondták, hogy fel tudom vinni hozzájuk, de csak akkor, ha már teljesen lebénult sürgősségileg, gondolom azért, hogy ne vegyem el mástól a
helyet, akiknek mondjuk fontosabb, és akkor még szombaton nem volt teljesen levénulva, mert még volt, hogy így ráállt, meg használta. Jó, mondom, akkor nagyon jó lesz, hogyha hétfőn megműtik. És hát vasárnap délelőtt 11-re volt, hogy így egyáltalán nem használta a hátsó lábait, és akkor mondhatni vasárnapra 18-án levénult a hátsó lábaira, akkor felhívtam a mi orvosunkat, kijött, adott be neki egy injekciót, és mondta, hogy akkor másnap műtét. Mi másnap vittük is a műtétre, megműtötték, és onnantól kezdve kezdődött ez a nagyon nehéz időszak, mert maga a gerinc műtét az... Én eleve úgy gondoltam nagyon naívan, hogy a négy kicsi lábán majd ő kisétál, mert ilyeneket is olvastam, de sajnos nem így történt. Kiderült, hogy ez egy nagyon-nagyon különleges eset, hogyha a négy lábán jön ki az állat, mert hetek, hónapok a felépülés egy ilyen műtét után, illetve nem mindegy, hogy melyik csigolya volt érintve, és ez is a felépülést abszolút így kérdőjelbe teszi, hogy most akkor hogy hány hét lesz, vagy mi lesz. Az első éjszakánk viszonylag jó volt egyébként, mire úgy kiment neki az élőstenítő, az ilyen hajnal 2-3 volt, utána egy picit nyüszögött, de hogy utána kezdődött a brutális időszak, amikor konkrétan nem aludtunk éjszaka, és nagyon feszültek voltunk, nagyon fáradtak voltunk. Elképesztő, szóval én nem gondoltam, hogy ennyire stresszes, ennyire aggódással teli lehet egy időszak, vagy egy élet. Mert hogy kezdődött nála azzal, hogy folyamatosan maga alá pisilt, ami még nevezhető normálisnak műtét után egy-két napig. Ez így úgy kell érteni, hogy így 5 percenként maga alá eresztette a vizeletét, ezt őt zavarta, érezte gondolom a szagát, és akkor folyamatosan oda akart volna nyalogatni a pisilőhöz, és akkor azt meg nem szabadott neki engedni, mert feszült a gerince, úgyhogy tényleg 5 percenként, este is, éjjel is, nappal is nem lehetett levenni róla a szemünket. Ez az első hét volt, ami elképesztő volt. Én nem gondoltam. Én azt gondoltam, hogy a műtét után mi majd így. És a műtét után már csak tényleg ilyen minimális problémák lesznek, de ez az éjszakai nem alvás volt, amire így... Ami nagyon-nagyon brutális volt, hogy így utána már, de még nem is tudom, 4., 5., 6. nap után már ilyen 1-1 órákat tudtunk aludni. Aztán mindig 2 óra egyhuzamba sikerült aludni, aztán 3 órát egyhuzamba. Ugye próbáltuk sűrűn kivinni az udvarra, hogy ott végezzel a dolgát, de ugye nagyon sokáig nem tudta ő tudatosan kiengedni a vizeletét, hanem ki kellett nyomni a hólyagját. Ami meg fájt neki, ami meg valószínűleg ez vezetett oda, hogy véres volt a vizelete egyik nap, akkor megint vissza kellett menni az orvoshoz, akkor megint másik gyógyszert kellett neki adni, akkor megint újra kezdődött ez az egész procedúra, egyszerűen elképesztő. Én nem tudom, hogy mikor voltam ennyire magam alatt, ennyire stresszes, ennyire beszűkült, ennyire, hogy csak a kutya, szóval egyszerűen nem tudtam a kutyát, tehát úgy mentem el WC-re, hogy a kutyát húztam magam utána helyével, mert galéria akkor nem volt, ugye ez éppen karácsonyra esett, amikor voltak ezek a problémák, mert úgy voltunk vele, hogy magát a gerincét nem éri el, azzal nem lesz probléma. Az orvos is azt mondta, hogy nem kell neki gallér, de erre a pisilős sztorira erre mi nem számoltunk, és a mai napig egyébként bepisil, már nagyon ügyesen próbál jelezni, de vannak ilyen külön, tehát nem is tudom nem mihez kötni, de vannak ilyen szakaszok, mondjuk így reggel, kaja után, meg felkelés után így pici-pici becsúrran, de éjszaka például már nem. De kell a lápelenka, az a helyzet. Úgyhogy én annyira leszívva energiaügyileg, és annyira fáradtam, vágtam neki ennek az új évnek, meg ugye a férjem ismerő is abszolút benne volt, és öröm az ürömben tényleg, hogy ez így nagyon szarul jött ki, hogy karácsony előtt történt, és ugye nekünk minden karácsonyi, ezt is sem meséltem, csak Instagramon írtam ki, hogy minden karácsonyi megjelenésünket, vagy vendég
vendégeskedést le kellett mondanunk, és nem kellett, hanem így döntöttünk, mert úgy volt, hogy 24-én jönnek hozzánk, de nem akartuk Lufikát felizgatni azzal, hogy jönnek emberek, meg akkor ő neki nagyon egy helybe kellett feküdnie, nem szabadott nagyon mozognia, ugye a műtét után, vagy csak nagyon kis minimálisat, és nem akartuk ezzel őt még így traktálni, megmondom, hogy valakinek mindig kellett odafigyelnie, és egyszerűen nem volt se kedvem, se hangulatom, se energiám, se kapacitásom arra, hogy főzőcsézzek vagy sütkörészek, konkrétan kaját kaptunk. Aztán talán 24-én sütöttem valamit Szentestére magunknak, egy ilyen békönbetekert csirke mellett csináltam, de így utána pedig családtól kaptunk kaját, amit innen is nagyon-nagyon szépen köszönök, mert legalább nem nekem kellett ezzel foglalkozni, hanem ott tudtam lenni a kutya mellett, és bárki azt mondja, hogy úristen, de túl dramatizálom ezt az egészet, nem érdekel, valószínűleg akkor ő még nem tapasztalt olyat, hogy egy állattal ennyire szoros legyen a kapcsolata, de éreztem, hogy neki az jót tesz, hogyha én ott vagyok a segélyben, simogatom és pusztítgatom, és szeretettel árasztom el. És amikor éppen nem én voltam ott mellette, akkor a férjem volt ott mellette, vagy mind a ketten ott voltunk mellette, és mindent háttérbe szorítottunk, és semmi nem érdekelt minket. És a karácsony sem érdekelt. Én ki akartam dobni az ablakon a karácsonyt, mert mondom, nem érdekel, tűnjön el innen minden karácsonyos dolog, mert most a legutolsó, amire gondolni tudok, az a karácsonyadás. Úgyhogy igazából ez egy elképesztően brutális időszak volt. Nem kívánom senkinek, és nem is szeretném újra átélni, mert hogy így Jézus atyám, nagyon brutális volt. Nagyon keveset aludtunk. Nem is tudom, hogy ezt kisgyerekes szülők ezt hogy csinálják. Ez elképesztő. Meg ez, hogy ő nem tud beszélni nekünk, nem tudja elmondani, mi a baj. Láttuk rajta, hogy csak szenved, egyszerűen brutális volt, én nem, nagyon, nagyon brutális volt, folyamatosan sírtam. Most egyébként itt fekszik mellettem, azért nézik így ide. Egyébként, hogy egy kis pozitívum is legyen ebben a videóban, mert természetesen update is van. Egyébként felvettem egy, mert úgy volt, hogy december 21-én vagy 20-án, én akkor elmentem azért karácsony előtt ilyen itthonra magunknak bevásárolni egy-két dolgot, meg Lufinak venni pelenkát, meg ilyesmi. Akkor elkezdtem blogolni, és úgy voltam vele, hogy majd fogok blogolgatni, meg hogy így mi hogy vagyunk, stb., de nem volt rá kapacitásom. És ott meséltem azt hiszem egy-két dolgot, így a műtrétről, de hogy mindegy, lehet, hogy bevágom, lehet, hogy nem. 28-án elkezdtük a fizioterápiát, ami nagyon-nagyon sokat segített, mert lényegében 28-áig és 19-én volt a műtét. Na most nem tudok visszaemlékezni 100%-ig pontosan, de én úgy kalkulálom, hogy talán az első fizioterápiás kezelés után volt az, hogy először lábra állt, és először úgy stabilan lábra állt, mert előtte úgy próbálkozott, hogy így oda tettem így a lábát, a két hátsó lábára így próbáltam ráállítani, de hogy így elcsúszott, úgyhogy nem, akkor még nem tudta használni a lábát, még úgy azt hiszem műtét után 8-9 nappal már próbálkozott, de hogy így a fizioterápia után már kezdett meglendülni, és akkor megbeszéltük, hogy heti kétszer megyünk fizioterápiára, mert az jót fog neki tenni, illetve megtanítottak nekünk egy ilyen itthoni masszást is, amit naponta többször kell csinálni a kutyuson, és akkor ez az izmokat ugye regenerálja, meg hogy ne sorvanjon el annyi izom, meg hogy ne veszítsen annyi izmot a hátsó lábaiban. És hát nagyon sokan kérdezték, és Instagramon mindig napi ilyen 50-80 üzenet jön, hogy mi újság, és mindenki kérdezi, hogy hogy van, és igazából mindig csak azt tudom mondani, hogy napról napra nagyon-nagyon lassan ilyen kis nüansznyit, de mindig jobban van, mindig észreveszünk rajta ilyen nagyon apróságot, például műtét után egy héttel csóválta a farkát először, úgyhogy az is egy olyan dolog volt, hogy így persze, hogy ömlött a könnyem, és én annyira kis
apróságokat az ember így természetesnek vesz, de amikor ott csóvált nekem, ott több nap kihagyás után, és tudatosan csóvált, mert volt, amikor így nyomkodtam a hátát, és akkor így becsóvált, de ez tudatosan csóvált, akkor az is egy nagyon szuper nap volt. Akkor az is egy nagyon szuper nap volt, amikor elkezdett játszani a játékaival. Így tényleg nagyon lassan, és nem is tudom, 5 vagy 6 nappal a műtét után volt, hogy oda ment a játékai, oda vittem a játékai, mert látom, hogy nagyon nézi, mondom, játszani akarsz, és akkor elővette a kedvenc játékai. Úgyhogy így nagyon lassan. Most ott tartunk, hogy meg tudja tartani magát a hátsó lábaival, de nagyon kis inagós, meg ilyen kis billedezős, tud menni. Ha leteszem, eddig ilyen sállal tudott csak közlekedni, hogy sállat raktam a feneke alá, és azt emeltem, szóval emeltem a hátsó lábait, és az első lábaival tudott menni. Úgyhogy már tud menni, de nagyon, nagyon kis keveset, és nagyon el tud fáradni a nap végére. Most éppen alszik, de úgy így nagyon. Most 10 perce pisült be egy hatalmasat, nem is értem. Most voltunk kint egy fél órája. Ez nagyon-nagyon aggasztó, és talán ez volt a legaggasztóbb az egészben, maga a legnehezebb ez a dolog. Mert hogy ez hólyaggyulladás egyébként, azt nem is mondtam, vagy mondtam, nem tudom. De hogy az orvos megnézte ultrahangon, és alvatvér volt a vizeletben, és akkor kapott rá gyógyszert, és ez még a mai napig. Ez neki van, hogy így mindenféle logika nélkül, de hogy így bepisil. És nem mondanám, hogy mozgásra, vagy örömre, vagy ijegységre, vagy... nincs logika, szóval kimegyünk. Úgy látom, hogy már semmi nem jön, már csak csepeg, meg csak párlat, meg már semmi nem jön. Bejövünk, és akkor egy 10 perc múlva meg egy hatalmasat beenged maga alá. Úgyhogy ilyen sztorik vannak. Egyelőre még valószínűleg nem fog itthon maradni egyedül, szerintem még 1-2 hétig. Utána már nekem is muszáj vissza kerülnöm a normál hétköznapokba és a normál kerékvágásba. Ja igen, a karácsonnyal kapcsolatban azt akartam még mondani, most itt eszembe, hogy nagyon szar volt, hogy így karácsony előtt, meg hogy le kellett mondani a karácsonyi dolgokat, de abból a szempontból, hogy mind a ketten itthon tudtunk lenni vele ebbe az első 2-3 hétben, és mind a ketten is felváltva is tudtunk így manőverezni, meg így megoldani a dolgokat, ez szerencse volt, hogy a férjem is itthon tudott lenni, és tudott segíteni nekem, meg ő is tudott Lufikával foglalkozni, mert ugye ő már nem is tudom, 20-án dolgozott utoljára, és akkor utána itthon tudott lenni velünk, úgyhogy hát öröm az örömben, hogy ez így jött ki, de aztán meg nagyon reméljük, hogy ez a felépülés ez gyors lesz, igaz? Mert a doki azt mondta, hogy nagyon csúnya sérve volt, bevérzett sérve volt, és hogy maga a rehabilitáció az hónapokig fog tartani, maga a fizioterápiára hónapokig kell majd menni, én olyat is olvastam, hogy 10 hónapig, jó mondjuk az már az olyan, hogy miután már teljesen járt a kutya, még utána is kell fizioterápiára menni, mert hogy még ott az izomzatot ott helyre rakni, mi is azt számoljuk, hogy azt mondták nekünk, hogy 10-12 hét, ami így intenzívebben, és akkor utána meg majd meglátjuk, de nagyon bizakodóak vagyunk. Annyit jó lett volna egyébként tudnom, így az elején, hogy ne legyenek ideális elvárásaim, mert szerintem ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy kicsit életargikus hangulatba kerültem, hogy mindenhol azt olvasgattam, hogy 1-2 nap a műtét után már járt, műtétről 4 lábon jött ki, meg ilyesmi, és ez egyébként nincs kőbe vésve. Valaki 1 hónappal a műtét után állt fel először, valaki 4 hónapra, szóval, hogy de ez az a baj, hogy ezt annyira nem hangoztatják, csak mindenki, hogy úristen, az én kutyám milyen ügyes, milyen üzé, és akkor én is úgy voltam vele, hogy úristen, mi baj lehet, és ezen stresszeltem magam, és nem bírtam leállni, és csak stresszeltem, és stresszeltem magam. Aztán meg igazából csak saját magamat hergeltem.
de közben meg azt mondták, hogy ez teljesen normális, hiszen hatalmas műtét volt, kb. 10 centi vágás van a hátán, majd rakok be nektek képeket, meg videókat, nézzétek meg, hogy kiskutyám az, hogy alakul. Raktam ki egyébként TikTokra is videót, oda is egy ilyen kis, hogy honnan, hová fejlődött itt az elmúlt napokban. Úgyhogy igen, az a baj, hogy úgy érzem, hogy ebből 3 hétben, ugye pont kereken 3 hét, megtettem minden tőlem telhetőt, szóval ennél többet már nem tudtam tenni, és azt kellett észrevennem, hogy az élet nem áll meg, bármi történik veled, bármilyen szar, te megállítanál az időt, és akkor ott lennél, ameddig meg nem oldódik a probléma, de nem áll meg az idő, és az élet megy tovább. Úgyhogy nekem is sajnos nem sokára vissza kell térnem a szomorú hétköznapokba, meg a szürke hétköznapokba, nem is szomorú, ne legyen szomorú, inkább azt mondom, hogy szürke hétköznapokba, de hogy így 2023 abból a szempontból indult jól, hogy végül is azt mondhatjuk, hogy 4 lábán, de átjött Lufika az új évbe, de hogy még annyi sok munka lesz vele, és nagyon-nagyon sokat kell majd vele foglalkozni. Úgyhogy igen, de ugyanúgy, mint mondtam, az élet megy tovább. Én is visszatérek majd hamarosan, illetve majd látjuk, hogy alakulnak itt a napok. Lehet, hogy tudok majd nektek sűrűbe jelentkezni, lehet, hogy nem. Valahogy most úgy érzem, hogy ahhoz, hogy vissza tudjak lendülni, és picit ki tudjak kapcsolni, ahhoz a vlogolás az nekem nagy segítség volt mindig is az életemben. Ha bármi volt, akkor mindig kibeszéltem magamból, vagy éppen eltereltem más témával, és azzal kapcsolatban beszéltem sokat. Úgyhogy igazából valami ilyesmire lehet számítani, hogy majd jelentkezem. Valahogy így ennyit gondoltam, hogy így megosztok most veletek, csak egy ilyen kis gyors update-et, amit már egyébként olyan kis naívan azt gondoltam, hogy ó, majd még karácsony előtt úgyis be fogok tudni nektek jelentkezni, meg majd megvágom, meg stb. De hogy tényleg nem volt erre energiám, és ezért csúszott át ez az új évre. És már 2023-ban, teljesen elképesztő 2023-ban, nekem egyébként a páratlan évek valahogy mindig szimpatikusabbak, nem tudom miért, bár az évvégi dolgok azok nálunk mindig ilyen katyfaszosak. Az elmúlt 3 évben mindig történt velünk valami decemberben, kezdve azzal, hogy 2020. december 23-án ugye a demens nagymamám eltűnt, elkóborolt, és biciklivel eltekert nem tudom hány, 10-valahány kilométert, és ott találták meg, de mi egész nap kerestük, és ez árnyékolta be itt az évvégi ünnepi időszakot, aztán tavaly apukámnak lett övsömör a fején, tudjátok, amivel egy hétig azt hiszem kórházban is volt, ott konkrétan december 1-én került be a kórházba, benn volt egy hétig, és utána még nagyon sokáig lábadozott, de egyik sem volt eddig olyan, hogy ennyire az egész ünnepre hatással lett volna, mert ugye a mama meglett, apa végül az ünnepekre meggyógyult viszonylag, szóval nem voltak tünetei, de hogy így Lufikával volt eddig a legdurvább, de hogy mi hemmel lassan hozzá lehet szokni. Mi mindig ünnepnapon vagyunk betegek, mindig hétvégére leszünk betegek, mindig ekkor történik valami, meg akkor történik valami. Úgyhogy, igen, 2022 egy nagyon kis goncsi volt, nagyon. Földön voltunk már, ez a köcsög meg még ott rugdosott. Én így tudnám jellemezni 2022-t. És nulla elvárással belevágunk 2023-ba, mert azt vettem észre, hogy minél több dolgot az ember eltervez, és nem jön össze, annál szarabb lesz utána realizálni, hogy nem sikerült, mert az élet keresztül húzta a számításainkat. Úgyhogy ilyen reális célokkal, meg reális elvárásokkal, nem ilyen too much dolgokkal. Közben pedig, majd mindjárt megmutatom nektek, hogy Lufika értekében tettünk le szőnyegeket a nappaliba így össze-vissza, vagyis hát így két helyre. Paddó szőnyeget vágattunk tegnap,
és raktuk le, mert hogy a parkettán nagyon csúszott a lába, és azt mondták, hogy ez nem tesz neki jót, hogyha így kicsúszik maga alól, és ugye magán a szőnyegen tudja tartani magát, és akkor így hátha jobban fog majd tudni bent, fog majd bent mozogni. Ezt a részt még itt le kell itt vágni, és az majd átkerül ide a konyhába, de hogy amúgy nekem egészen tetszik, persze már tiszta kosz, meg már látok rajta ott ilyen foltokat, majd jó lesz takarítani, de ez ilyen ideiglenes. Szóval a legolcsóbb, leggagyibb szőnyeget kiválasztotta a férjem. Mondtam neki, hogy olyan legyen, amit akár egy hónap múlva, két hónap múlva ki lehet dobni, amikor már teljesen jól jár, és akkor nem lesz ez itt örökre, csak most ilyen ideiglenesen, ameddig Lufika fel nem épül, és nem tudja majd teljesen tartani magát. De nem olyan rossz, sima ilyen vékony, nem ez a segi, vagy tudjátok, ez a vastagszálú szőnyeg, hanem sima pardószőnyeg, kellemesen puha és meleg. Úgyhogy ennyi. Igazából. Ugye megmutatom nektek, és akkor szerintem ezt a videót majd lehet, hogy most meg is fogom nektek vágni, és ki is fogom posztolni, de hát majd még Lufikával úgy is akarok nektek mutatni egy-két dolgot, meg tornázunk nem sokára. Úgy szoktam, hogy minden, hogy a egy lábát egy nap 3x10 percet nyomkodom, attól függ, melyik oldalán fekszik, azt a lábát nyomkodom. Amit nekünk mutattak olyan masszírozással, úgyhogy nézzük is a kis kutyámat, milyen coki. Itt van egyébként ez a szőnyeg, és itt van a Lufli-Fluff. Úristen! Tündérkész kiskuta, nem vagy szomjasz? Nem szomjasz a kiskuta? Nem szomjasz a kiskuta. Jól van. Álmos kiskutya. Ágám. Kis macika. Hétfőn? Így van, hétfőn szedték ki a varratokat. Kis cukika, ugye alatta van a pelenka, mert nem lehet tudni, így is annyit mostam az elmúlt hetekben, hogy nagyon szép a sebe, már lehet is simizni neki, nő vissza a kis szőre, úgyhogy így szépen. Most nagyon szereti, ha simogatjuk neki, mert gondolom, hogy viszket is neki, és akkor az így tetszik neki. Cuki vagy. Cuki szági pótlék vagyok. Cuki szági pótlék. Ugye? És akkor most nem, mert most fulán tartja a lábát, és teljesen így oldalra kell fektetni. Meg ezt a lábikóját most körülbelül egy órája már nyomkodtam, úgyhogy másokat kell. De egyébként a bal lába neki a rosszabb. A bal lába az, amit nehezebben terhel. És hát ugye egészen saras a mostani időjárásban, de sajnos nem tudom neki úgy ugye megtörölni, meg megmosni, ahogy általában szoktam. Kádba meg még nem akarom berakni, mert nehogy vízérje a sebet, vagy nem tudom. Úgyhogy még vannak ilyen dolgok, amik még fejlődésre várnak, de időnk, mint a tenger, és én itt leszek, Bubuka, anya nagyon fog neked segíteni, jó? Mindenben segít neked, anya. Oksika? Jó lesz? Úgyhogy beszoktam itt takarni. Ígyni, kis fütyike. Úgyni. Egyébként már minden létező karácsonyi dekort leszettem. Nem vártam meg vízkeresztet, úgyhogy... hát igazából már 25-én vagy 26-án reggel már le akartam tépni az összeset. De a férjem azt mondta, hogy jól van, maradjon. Úgyhogy... végig viszonylag sokáig húztam, és nagyon félek, hogy ez az elmúlt évek decemberi forgataga, ez majd meg fogja becsételni nekem a karácsonyi hangulatomat az elkövetkezendő években. Lehet, hogy nem olyan kedvel fogok nekivágni, vagy egyáltalán lehet, hogy most így a karácsony varázsa számomra az így elveszett. Most ez az idei karácsonyi dologgal, és lehet, hogy mindig ez fog majd előttem lenni, és nem fogom ezek után, nem tudom, most jelenleg így ez teljesen validnak érzem, hogyha ez történne, mert hátam közepére kívántam az idei karácsonyt. Maximum csak remélni tudom, hogy jövőre visszatér a kedvem, de most nem vagyok jó viszonyban a karácsonyi spirittel. Egy kis nasi. Mindkettőnknek, Lufika is nagyon szereti a mandarint. Szia, csacsi!
Csacskó. Szióka. Szia. Szia, macskó. Tündérke vagy. Úgy szoktam masszízni, hogy most elég furán van így összegömbölyödve pelus alá, szokéka, de úgy szoktam neki, hogy mondjuk ezt elveszem innen. Jó, vagy nem kell, maradjál úgy nyugodtan, maradjál úgy. Hát, ne így. Úgy ezt így csak betakarom, mert egyszerűen olyan fázós. Így. Jó. És akkor a lábát szoktam úgy, fizioterápián tanultuk, és hát mutatták nekünk, hogy így áll a lábikója. Nem csinálok semmit vele, nyugi. Hát mit csinálnék vele? Hát már hány szót csinált? Ne fordulj meg! Most ez az oldal kell, ne fordulj meg! Jó. Akkor felus vissza alá. Nem úgy cuki, mert már így forog, ez nem volt neki ez a forgás-morgás. Na szóval, mindegy, megmutatom gyorsan ezen az oldalon. Hogy így kell neki masszírozni. Ezt csinálom neki napjában többször. Így. Így végig. Itt. Szörnövekedéssel így ellentétesen, és akkor itt is a hátsó lábicókat, ezt is így. aztán mit is csinálok még? Ja igen, akkor van, hogy így itt nyomkodom neki, és akkor itt ilyen reflexzel visszahúzza így a lábát mindjárt, hogyha látni fogjátok. Hoppá! Ezt ő húzta vissza. Nem tudom, mennyire látszik. Na? Hoppácska, de ügyes! Az előző felvételen, amikor 21-én, amikor kiraktam nektek, akkor csak éppen, hogy itt neki, itt a kis izom így megrezdült, de akkor még ezt egyáltalán nem tudta, hogy így visszahúzza. És még azt szoktam neki csinálni, hogy így biciklizünk, így van neki így, biciklizünk, és akkor, amikor így földet érne, akkor egy picit itt megnyomom neki a tapiát. Ezt mutatták nekünk, így, és akkor így, ujjj! Ujjj! És akkor így... Ujjni, de ügyes vagyok. Igaz? Kb. Alszik rajta, szóval annyira úgy nem zavarja. Ujjj! Jó, mondjuk nem vagyok szakember, azért járunk heti kétszer, hogy szakember ott meg tudja csinálni neki normálisan is, és egy órán keresztül folyamatosan. De itthon is szerintem, ami tőlem telik, azt én megteszem. Igaz, fütyő? Igaz, tütyő? Úgyhogy, csak gondoltam, nem tudom nektek, mert hát, ha valakit így érdekel, én például nem találtam ilyen videókat az interneten, bármennyire is. Azt gondolná az ember, hogy ilyeneket felraknak, de lehet, hogy vannak, csak én nem találtam meg őket. De hogy így. Elvileg ezzel stimuláljuk itt az, a hátul az idegeket, meg az izmokat, hogy ne elnyedjenek el, meg így ne veszítsen sok izmot, ameddig ugye nem használja 100%-osan a lábicóit. Ó, Jenny. Úgyhogy megy itt a masszázs ezerrel, mindjárt átfordítom a
a másik oldalára, valamiért azon az oldalán szeret aludni, a másikon kevésbé, pedig azt a lábikót is kell nyomkodni, és folytatom a nyomkodást, meg aztán kimegyünk sétálni egyet, aztán ennyi a mai napunknak, és szerintem ezt a vlogot le is zárom, de most, mert valószínűleg így is rengeteget beszéltem, bepótoltam az elmúlt hetek kimaradását, és be nem állt a szám, de remélem, hogy örültök, hogy kitettem egy videót legalább, és akik nem tudták, hogy mi van, azoktól elnézést kérek, mert igazából YouTube-ra is kiírhattam volna ennyi erővel, ott is vannak ilyen sztorik, csak még nem szoktam meg, hogy meg sose raktam ki YouTube-ra sztorikat, csak mindig Instagramon voltam így. Bármi van Instagramon, mindig aktív vagyok, úgyhogy ott tudtok követni, hogyha esetleg eltűnik, akkor ott mindig van rá magyarázat. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a mai vlogot, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!